Ebben a kísérletben súlymérést fogunk végezni. Ez a kísérlet a 2014-es emelt szintű érettségi vizsga első kísérleti feladataként is szerepelt fizikából. Mi a vizsgán megadott kísérleti összeállításhoz nagyon hasonló összeállítást készítettünk, azzal a különbséggel, hogy nem rugóval, hanem tömegmérővel fogjuk mérni a rúd végének a nyomó erejét. Először bekapcsolom a tömegmérőnket, amely 0,1 g-os pontossággal képes tömeget mérni. Letárázom. Ez a kis háromszög arra kell, hogy a rudunknak tudunk tényleg körülbelül csak egy pontban legyen letámasztva. Ügyeltem arra, hogy a rúd körülbelül vízszintes helyzetben legyen, és az ismeretlen tömegű súlyt először 0,1 méteres távolságnál mértem meg, mekkora erővel nyomja a tömegmérőt, illetve mekkora tömeget mutat a mérőeszköz. Majd a következőnél 0,2 méteres távolságnál akasztottam föl ettől az alátámasztás, illetve függesztési ponttól. Illetve 0,3 és 0,4 méteres távolságnál végeztem méréseket. Elvileg lehetett volna tovább is folytatni az egészet, de ennek egyrészt korlátot szab a tömegmérőknek a 200 g-os mérés határa, most már tudnék olyan 150 g körüli értéket mutat. Hát még 0,5 méternél lehetett volna kipróbálni, de ezeket a mérési adatokat már nem vettem föl és nem rögzítettem. Itt a mérés sematikus ábráját láthatjátok. Itt van tehát a felfüggesztési pont, az itt ható erőt FT-vel jelöltem. Ettől 0,1-0,2-0,4 méteres távolságokra, amit X-el jelöltem, helyeztük el az ismeretlen tömegű testet. Mérésnél figyelembe kell venni a rúdra ható gravitációs erőt, illetve annak a forgatónyomatékát, a rúd tömegét nagy M-mel jelöltem, és hát természetesen a mérleknél is hat egy erő, egy tartóerő, amit hát nem erőt mértünk közvetlenül, hanem tömeget mértünk, de ennek a tömegnek a nagysága természetesen arányos az erővel. Erre a pontra, tehát a fölfüggesztési pontban pontra írtam föl a forgatónyomatékok egyenletét, amit erősen leegyszerűsítve tüntettem föl ide, hiszen ha megnézzük, akkor itt már nem szerepel a hosszúság, illetve hát a hosszúság már beolvasztva szerepel egy picit és mértékegységek nélkül ebben a képletben. Tehát ha megnézzük erre a pontra, két erő olyan forgatónyomatékot fejt ki, amely erre szeretné forgatni a rudat, az ismeretlen tömegű test, illetve a rúd súlya által, vagy a rúd súlya, mint erő forgat erre, és ellentétes irányba pedig a mérlegnél ható erő forgatja a rudat, mint merev testet. És egy merev teste ható, vagy merev test akkor van egyensúlyban, ha nem csak a ráható erők, hanem azoknak a forgatónyomatékai is kiegyenlítik egymást. Ezt használva készítettem el, illetve hát számoltam ki az eredményeket. A mérési adatokat táblázatba rögzítettem, 0,1-0,2 stb. Métereknél, kilogramban kifejezve ekkora tömegeket mértem, majd ezeket a fönti
egyenletnek megfelelően lehelyettesítve fölírtam, és ha kivonjuk egymásból az egyenleteket, a kettesből az egyeset, a négyesből a hármasat, illetve a hármasból a ketteset, azt külön nem írtam le, csak a kapott eredményt, akkor a kisebb tömegű testre egy nagyon egyszerű összefüggést kapunk, és nagyon könnyen kiszámolhatjuk. A három számolási eredményt átadoltam, így az ismeretlen tömegű test tömegeként 221,7 g-os tömegértéket kaptunk kerekítve. A test tömegét megmértük a mérlegünkkel is. A mérleggel mért eredmény ettől alig tér el, az 222,1 g. Az eltérés nem éri el a két ezredéket sem.